48 éves korában véget vetett életének Kutasi Róbert, aki 11 éven át volt a Reac MB2-es csapatának igazgatója. Kutasi korában sajtófőnöke volt az MLS-nek, és haláláig a szövetség elnökségi tagja volt. Újságíró kollégától különösen fájó búcsúzni. Olyan valakitől, akivel az ember a fiatalságát együtt töltötte a lelátón. A sportújságírás örök szerelem, Sportújságíró marad az ember akkor is, ha később szeretett sportágában edző vagy sportvezető lesz. Kutasi Robert a futball egyik legjobb hazai szakértője volt, és a READ sportvezetőjeként az életét adta a futballért. Véget vetett az életének, amikor úgy látta, semmivé vált, amiért harcolt. Utolsó interjújában azt hangsúlyozta, abban a klubban gyűrte maga alá a mocsok, amelyet dolgozott, és azok az emberek tették tönkre, akikben megbízott. Ahogy mondta, csúzlival lövöldözött aknavetőkre, és vereséget szenvedett. Kutasi Robert fényképét rakják fel a Reac pályán. Volt, aki virágot helyezett el, és volt, aki sírva próbált mécses gyújtani. A Reac klubigazgatójának igazgatójának halála munkatársait is megrendítette. Én nagyon régóta együtt dolgozom vele, most már 6-7 éve vagyok a sportiskola elnöke. És nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt, én nagyon jó embernek tartottam, nagyon jó sportembernek, én csak ennyit tudok mondani. Az MLS-nél is megrendülve értesültek Kodasi Robert haláláról. Lehet, hogy többet kellett volna beszélgetni, lehet, hogy még többet kellett volna megkérdezni, hogy, hogy érzi magát, és nem pedig csak ezekre a, a, a napi, most már lassan-lassan bulvár szintű bűnügyi krónikákra hagyatkozni, mert ez adott esetben végzetes is lehet egy érzékeny ember életében. A Rehac hat korábbi, illetve jelenlegi labdarúgóját kedden vették őrizetbe, csütörtökön pedig előzetes letartóztatásba helyezték a fogadási csalások ügyében. Az intézkedés hatására omlott össze Kutasi Robert, a Rehac klub aki egyike volt azoknak, akik élharcosai voltak a fogadási csalás ellen küzdőknek. A bunda ügy 2009. novemberében robbant ki. Akkor a bohomi ügyészség és a rendőrség bejelentése a fogadási csalásokról egyre nagyobb hullámokat gerjesztő óriási vihart kavart az európai futballban. Az első hírek szerint nem kevesebb, mint 200 labdarúgó mérkőzéssel, köztük bajnokok ligája és Európa Liga találkozókkal kapcsolatban vetődött fel a bundázás gyanúja. Elsősorban ázsiai erre szakosodott maffiák mozgatták a szálakat az eredmények befolyása érdekében. Európában első körben kilenc országra vetődött a gyanú, köztük Magyarországra. Azóta több magyar futbolistát is letartóztattak, átlagosan 15-20 ezer euróért csalták el a mérkőzéseket. Az utóbbi időben Acél Zoltán állították elő a rendőrök, a haladás labdarúgó csapatának vezetőedzőjét a Vidolton elleni magyar kupamérkőzés után. Bár Acél most már szabadlábon védekezhet, gyanúsítása továbbra is fennáll a fogadási botrányok kapcsolatban.